A közgazdasági iskola ablakában és homlokzatán folyamatosan láthatók a molinók. Kora reggel viszont más formában is kifejezték szolidaritásukat a diákok is. Cegléden a közgazdasági iskolánál iskola kezdéskor alkottak a diákok és tanárok élő láncot. A gimnáziumban is többen így csatlakoztak a kezdeményezéshez, és a Pest megyei pedagógiai szakszolgálat ceglédi tagintézményének több dolgozója is így fejezte ki szolidaritását. Mindeközben a pedagógusok demokratikus szakszervezete ma reggel a Margit Híd Budai Híd főjénél tartott bejelentette. A Sztrájk Bizottság november 7-én egyeztett Marusa Zoltán államtitkárral. A következő országos nap pedig november 18-án lesz.